Sziasztok, én Pityugeri vagyok, és végre újra a Minecraft-ozni fogok egy kicsit, ugyanakkor nem úgy, ahogy eddig, hanem kicsit teljesen más formában. Jó kérdés, hogy mégis mi folyik itt? Nos, kaptam karácsonyra egy mapot, és ezt szeretném, hogyha... És ezt szeretné a mapok küldője, hogyha bemutatnám nektek, és rábontottam, kérte, hogy a reakcióimat fejezzem ki a mappal kapcsolatban. Viszont egy kezdőszobában mondta, hogy nem egy adventure map, tehát elvileg csak ilyen szép dolgokat fog látni, ilyen építményeket, pixel artokat, meg ilyeneket. Üdvözöllek, Pityugeri! Remélem tetszeni fog a map. Ennek a mapnak nincs értelme, itt csak reálmányok vannak. Ha tudod, légy szíves, videózd le a véleményed. Facebook nevem Huszár Mihály Tamás. További jó játékot, nagyon szépen köszönöm. És akkor itt meg is ragadnám gyorsan bent az alkalmat, hogy áldott békés boldog karácsonyt kívánjak mindenkinek, és hogy egyetek húslevest, halászlevet, rántott hús, beigli, töltött káposztát, mert anélkül nem karácsony a karácsony. De gondoljatok arra is, hogy nem véletlen van ez az ünnep, és szerintem tudjátok, mire gondolok. De ha nem, akkor mindegy, ja, akkor sem meg tudják. Egy szánkó. Ilyen saját szánkóm van, amúgy még sose volt szánkóm, szóval ennek itt tökre örülök, nagyon szépen köszönöm. És wow! Emléket állított annak, hogy már 600 feliratkozón van, ami ugyebár egy eléggé szép mérföldkő számomra, és reménykedünk benne, hogy minél előbb meg lesz a 700 is, ahogy a hűnézők is így gondolják, legalábbis a kommentekben ezt kaptam vissza, hogy reménykednek benne, hogy mielőbb minél többen fogják a munkásságomat követni. Na, de akkor kezdjük el a pixelartokat. Egy hóemberrel kezdenénk, ami a legnagyobb pixelárt itt az egész történetben. Nagyon szép sállal, répaorral, karokkal, jelzőfény is van körülötte, nagyon szép, nekem nagyon tetszik, köszönöm. Tovább megyünk egy hamburgerre, ami szerintem egy hamburger, ami áll zsömléből, salátából, húspogácsából, paradicsomból, uborkából, zsemléből és szezámmagból. Paradicsom helyett legközelebb szedje vele ketchupot, mert azt jobban szeretem, és a sajt nem maradjon ki belőle. De úgy nagyon szépen köszönöm. Nagyon szép. A következő egy gyémántkard, ami kicsit másabb, mint az általunk használt gyémántkard, és szerintem sokkal szebb. Összehasonlítási alapnak. Ugyebár így néz ki a mi gyémántkardunk. Szerintem ez sokkal szebb. Hogyha... kicserélnénk ezeket, mint olyan aranyra, és az lenne az aranykard, meg ilyenek, az tök szép lenne, csak az a baj, akkor túlságosan hasonlítanak talán egymással a kardok, de ez szerintem is sokkal szebb, mint amit mi így most használunk. Köszönöm szépen. Tovább megyünk. Ez egy redstone, amit láthattok, hogy majdnem hasonlít rá, sőt, nagyban hasonlít rá. Igazából háromféle anyagból készül, gyapjúból, színes agyagból, illetve természetesen a redstone blokkból. Nagyon szépen köszönöm, ez is nagyon szép. Tovább megyünk, itt egy dinnye látható, egy dinnye szelet. És tudnélik, én nagyon szeretem a dinnyét. A Minecraftban az egyik kedvenc elemem, ugyanis ebből lehet a legtöbbféleképpen készíteni pixel artot, meg ilyen kreatív dolgokat. Emiatt nagy kedvencem, illetve hát kaja. Én meg szeretem a kaját, szóval... ez nagyon szép, köszönöm szépen. Tovább megyünk egy aranyalmára, ami kétféle agyagból és aranyból készült. Őszintén megvallom, láttam már jobbat is, de ez is nagyon szép, és az első aranyalmám, amit így kaptam, szóval mégiscsak megbecsülöm, tehát köszönöm szépen, ez is nagyon szép. Tovább megyünk egy lávás födőre, aminek amúgy a színeiből nekem most, akár hiszitek, akár nem, eszembe jutott az, hogy kéne enni sajtos makaronit, mert ott tízszer olyan színe van, mint a sajtos makaroninak. Nem tudom, hogy mennyire látjátok így, kommentben várom, hogy ti ezekből a színekből mire asszociáltok. Én arra, hogy éhes lettem, és hogy összegyűlt a nyál a számba, ezért nem fog tudni olyan jól beszélni, emiatt pedig előre is elnézést kérek. Tovább megyünk, itt egy Kevin vagy egy Bob, nem tudom melyik, Minion, vagy Minion, nem tudom, hogy ki hogy hívja magyarul angolul, én Minionnak hívom. És itt van akkor már alattunk egy rakás karácsonyfa, akkor ezt már ki ne hagyjuk. Kis üvegekkel feldíszítve, nagyon szép, ezeket is hálásan köszönöm. Igazából az lenne nagy dobás, tanácsként mondom mindenkinek, hogyha legalább ekkora fát csináltok, mint a hóember, és arra pakoltok mindenféle díszt.
például ezeket az üvegeket, vagy színes gyapjút, esetleg színes szőnyeget, de színes agyakkal szerintem a legszebb. És mindenképpen ilyen nagy méretben csináljátok, mert ugyan nagyon sok munka van benne, de hatás nem fog elmaradni. A következő pedig egy cukorrúd, amit elnevezett nyalókavai miéznek. Hát igen, ez egy cukorrúd, aki nézi a formulámos sorozatomat, az tudja, hogy ez egy cukorrúd. Ugyanis a héten a karácsonyi eventben erre is szükségünk van. Ma ezzel is tanultak valamit azok, akik ebben nem voltak járatosak. És akkor jön egy aranyrúd, ami szerintem távolról eléggé jól visszaadja a 3D-s hatást, szóval tök szép, nagyon szépen köszönöm. Következő pedig egy egér kezecske, vagy hát nem tudom, hogy hívjam. Szerintem értitek, mire gondolok erre. Rendben, következő pedig a kedvencem, egy mézes kalács. Nagyon szeretem a mézes kalácsot, nagyon finom, és szerintem ez lesz a index képe a videónak. Gyönyörű, gyönyörű. Csinálok egy nappalt is. Rendben van. És akkor most, hogy ez megvolt, kicsit szálljunk lejjebb mondjuk a földhöz, egy kicsit közelebb, na mondjuk így. És itt van az én szárom két szarvassal. Az egy eléggé menő. A télapónak hétrén szarvasa van, az embereknek egy sincs, de nekem alapból kettő van. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó kis meglepetés, és itt vannak az ajándékok, gondolom. Amiből ugye én is fogok kapni. Aztán mi van még itt, amit nem láttam? Ez mi? Egy befagyott folyó és egy creeper. Szia! Befagyott folyó. Lássátok, hogy kocsajáztam rajta egyet. Tök jól csúszik. Tetszik. Főleg az, hogy kétféle jégből lett összetákolva. És hát akkor még ezt nem néztük meg, ami itt van. Este csináló, csak a vidi végén. Rendben. Itt van a resztonfákja. Vajon mire kell? Ide, amilyen gyorsan csak tudsz, rak le egy resztonfákját és püst ki. Akkor jó, ha villog. Így mi? És kaptam tűzi játékot. Hát ez fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis mapot. Ha neked is van valamilyen rajongói alkotásod számomra, nyugodtan küldd el, e-mail címet az infoboxban lent fogok majd mellékelni, ahova küldhetitek. És szeretném megragadni arra az alkalmat, hogy megköszönjem nektek, hogy idén is néztetek, annak ellenére, hogy ismét nem tudtam túl sok tartalommal jelentkezni, de jövőre ígérem, ezzel másképp lesz. És most már tényleg. Még kicsit nézzük már, mert olyan szép. Pityukeri voltam, sziasztok!